Üdvözlök mindenkit itt a B-Game, én Tamás vagyok, és itt van velem Ricsi. Sziasztok! És ez itt a CMT, a V2! Úristen, a V2! Mi van itt? Gyerekek! Eljöttek a V2-re, srácok, mert annyian írtatok, hogy próbáljuk meg elejéről elkezdeni ezt a boldogulást a szerver életen, hogy most elkezdjük. Pontosan. Itt vagyunk, úgyhogy gyerekek, V2, kb. Semmink nincsen, van pár milliónk, ez a szart ragacsunk, van egy referünk, meg ez a házunk. Ja, ez mind Ricsi, én egyes szintű vagyok, nemrég regisztráltam. Ja. És olasz hogy... emberkéket erpézünk, nem? Igen, és ilyen lepukkant olaszok, akik így laknak a kertvárosba is, és majd így meggazdagszunk. Ez, ja. ez a terv, aztán majd meglátjuk, mi sikerül belőle. Mert konkrétan nem tudjuk, hogy mi mennyibe kerül és mennyi az a pénz, mert ez amikor én játszottam így pár hetet, az úgy nagyon régen volt. Rá kell jönni. De nem baj, ez ezzel jár. Így van. Na, úgyhogy akkor mit is akartunk? Így szézzünk majd, mint tudom én. Most te Vittorioló vagy? Vagy Raffaello? Raffaello Vittorio. Vittorio? És hogy szólítsanak? Vittoriónak. De lehet Vitónak simán becézni. Vitó, Vitó leszel. Vitó. Jó kis V2. Között jó kocsi. Amúgy nem. De amúgy hozzánk ilyen lepukkant olaszok. Ja, így jó lesz. Majd szépen olasz. Meggazdagszunk, Ferkó meg Lambo. Így van, és akkor láthatjátok ti is, hogy hogy kell. És akkor az így milyen jó lesz, mintha olyan egyszerű lenne, ezt most úgy mondjuk, lehet, hogy kurvára nem fog sikerülni. Rá Isten. Na srácok, én azt írtam rá, hogy sok ennek a háznak a rezsie, úgyhogy valami kis mellékest fogunk csinálni. Szerintem raboljunk embert. Hát tudjátok, a lakótelepi leütés és roglás késelés. Na, gyerekek, le van így szézve a dolog, hirdetünk akkor, hogy... Hát hogy hirdessem, markolat, fegyver vagy kolt kéne minden áron? Tök mindegy, fegyver. Mert kisgép is jó lenne amúgy talán, vagy talán még jobb. Leírtam, hogy bármilyen nekem, bármilyen jó. Csak ne baseball itő legyen. Tech 9 Uzi, mondjuk. Tech 9 Uzi, ezek is jók, ja. Hozzá némi lőszer, semmi lőszerünk, gyerekek! Semmi, igen, nulla az inventorim, semmi nincs, iratok, semmi kraftolás recept nincs meg. Csak nekem van hallom. Most 40 colt tölim, gyerekek. Ú, az gyerekek, igen, ez most ilyen survival. Nagyon az lesz, gyerekek, oh, yeah. Bácsörög a telefon. Halló, itt az Ebna Zir beszél. Én ja, feszítő. Várj, nem az a nevem. Ilyen feszítő izé vagyok, olasz. Szeretszel a velőlegény. Én vagyok a velőlegény amúgy. Most szépen izé, itt lehet öltöztetni a karaktert? Szerintem itt nem. Ó, pedig akkor lehetett volna, hogy szépen tudod meggazdagzom, veszek ilyen kalapot, meg mit tudom én. Ja. Tehát ez ilyen szintlépés. Level up, achievement unlocked. Van 5 millió, ezért vehetek egy kalapot, ilyen level up. Uzi jó az, nem? Bőven. Csak ne legyen itt nincs izé fegyver százalék, úgyhogy ez itt jó. De tényleg, de... Hogy vagy 3 millióig baszhatnak át itt, nem? Aha, de hát ez egy fegyver nem kerül annyiba sehogy hát sem. Hát na ez az bassz, meg mindenki át akar hát baszni. Hát jó, átbasszuk, át akar baszni, akkor lelőjük. Jó, hát neked van fegyvered. Esetleg egy baseball ütőjére elmehetnénk a boltba. De tehát ki tudja. Ledobom baseball ütővel, lebaszom. Ja, gyerekek, hát itt mellettünk még egy csomó házam úgy így eladó. Ja, úgyhogy be lehet mellénk költözni. Aki kapja marja, itt van két ház, 10 millió azt hiszem, mennyi? Mindjárt ja, nézem. Ja. 10 millió forint. Úgyhogy ja. Javul. Ja nem, inkább C.
Divul? Na, valami, ez, ja. Mert alkudozok. Á, ez ilyen átbasszás. Itt fegyvereket nagyon nehéz venni ezen a szerveren akkor. Így, hogy 3 millióig át lehet baszni. De... mondjuk fura. De annyira nem értem ezt a tipikus Noketli hozzáállást, hogy hirdetek, hogy kéne ilyen. Felhívnak, hogy mennyiért akarok venni. Tehát, hogy most nyilván a legolcsóbban. Hát nyilván. Egy misi, azt mondja. Az csúnya lenne annyira átvárni. Hát hát ő adja előbb, az meg ilyen egyszerű. Az abban ez nem így megy. Ja, mi se így csináltuk ja, soha. Nekünk kell átadni. És az abban, hogy elég sokan tőlünk átadték még kettőn a módszereket. Hát át fognak baszni, úgy érzem. Á, ne lepukkant olaszokat át fogják úrni. Eladó várja 4 darab Tech 9. 4 darab Uzi 450 ezerbe. Hát nem tudom, te döntsd el. Te veszed nekem, ugye? Nem van 1, 2, 3, 4, 23.600 forint. Ami így semmire nem jó. Gyerek 1 millióért akart elrébedni. Átbaszás. Várjál, mert láttam egy hirdetést még feljebb, csak elpörgött. Ezzel megnézem ezt a kocsit. Ez ilyen tipikus lepukkant olaszoknak való kocsi. Így van, ez nekünk való kocsi, várjál. 16. Szóval nincs pénzünk, próbálunk illegálisból megélni, és ilyen kocsink van. 4VS 2.0 ID, olalala. Én nem tudom felhívni ezt a számot. Ami nem néz ki el 0808, pedig ez az. SMS-t írok. Olyan aranynyakláncom van. Aranyóra. Aranyóra, aranynyaklánc. Elküldtem az SMS-t. Ilyenkor amúgy itt mi van? Tehát ha nincs fent az adott illető, akkor... akkor így azt írja, hogy nem foglalt, vagy... ugyanazt, mint V3-on, nem? IDK. Kaptam egy olyan SMS-t, hogy menjek csá, gyere, Seaburger. Hát akkor menjünk. Jó, hát akkor... így szézd le. Jól leicéztem, nem? Csá, gyere, Seaburger. Jó, hát most tegyünk. Hor... ragozzuk. Nézzük per FP-be. Ó, de menő. Meg van modellezve legalább. Ennyi. Amúgy jó kis kocsi, ez jó legalább kis... nem basz meg a trafiamot. Jó kis FPS laggoltató kocsi. Kb. Ezek miatt amúgy nincs FPS az embernek. Nem amúgy ez ilyen VH-k miatt. Menjünk át a pirossal. Így van. Meg is olasz mafiózók vagyunk. Meg fogunk halni, Ricsi. Meg fogunk halni. Burgernél csak nem basznak át, baszki. Hát a rend, eneni. De az eleni felhív, hogy van eladó fegyvere. Hát azért akkor hát leborul. Már volt rá erre példa, hát na, nem annyira. De már. Csak nem ez az RP-jük, hát, hát kihűlnék rajta. Jó, hát itt nincs senki. Nincs hát. Ha elnézek a Seaburger fele, leesik az FPS-em 40-re. Ha elnézek arra fele, visszamegy 60-ra. Hát ez ilyen. Ez ilyen röhely amúgy. Na ez az. Mi? Hadd így készítsd a fegyvert, mert ha ez elkezd izé átvárni és fut el. Ez is ilyen olasz kinézetű. Sok az olasz. Ja. Hol vagyunk mi? Olaszországban? Csúzni! Kell csúzni! Airsoft. Hát. Hát, az, az akkor nem ő az. Milyen fajta csúzli. Most hogy írjam le? Technikus 9 fajta meg? Rendben. Jaj, bazzeg, de beszállt. Nem tudom, ha helyen akkor... mert most lehet, hogy ezt akarja kiszedni. Milyen fajta csúzli. Mit is? Tech 9? Tech 9 úzi ilyesmi. Na most vagy lecsuk minket. Hát ahogy kettőnkre egy rám szalad. Ki fut a ház mögül az enemy? Hirtelen. Ja, de ő is érdeklődött. Ja. Istenem. De mi a szar, hát de... de akkor miért hív ide minket? Nem tudom.
Nem ír? A gyerek, hogy hol van? Nem. Mert SMS. Jaj, Jól Istenem. kezdődik ez a V2-es kalandok? Ez mi volt az a... I like bruisers. Hallod, nem elég egy fegyver. Hát bassza meg. Nem, há! Nekem is kell valami! Mert ezt a gyereket most úgy, hogy van, elrabolhatnánk. Mert megmondanánk, hogy izé, hogy maga is ezzel az emberrel beszélt, mert hogy most... Hát így szélsz, nekem mindegy, csak ez így katasztrofális lesz. Tudsz lőni úgy, hogy közben te RP-zel? Hát te is RP-zhetsz, nem? De te csináld az izét. Hogy áj, ez egy rablás meg ilyenek. Én max áttapogatom, vagy nem tudom. Hány szintű, nézd meg? Hát ha olasz maffiázó, akkor... De hát ez ez az a alapskin. Skin, ez alapskin, azt hiszem. Vagy mintha ezt láttam volna. Ja, mondjuk Binko. Várjál, LVL 202. Ó, 15-ös szintű. Hát akkor nyugodtan. De ez így nagyon gázos, hogy nekem nincs fegyverem, én ezt most megmondom neked. Még neki sincs, mert ő most akar venni. IC, megtudtuk. Nem baj, kell a zseton. Az a baj, beafkolt. Na most mi elcsaljuk a kocsihoz és elvisszük? Nem, csak hátra ide, ja, a sikátorba. De ez forgalmas. Hát sikátorba, melyik sikátorba? Hát mit tudom. Ja, jó, ott le lehet menni, tudom. Ja, azt akarom. Ja. Van, nekünk van eladók voltunk, tudod, hogy valami találj ki. Gyerekek. Elindul a biznisz. Az illegál biznisz. Most még ilyen... izék vagyunk. Próbálkozunk. Mert ugye nem mi hirdettünk neki, nem beszéltem vele hirdetésből. Hát ezt már rabolták ki, nem merle menni. Oda megy Nigger. Basz, kincs rádiónk, hallod? Itt. Akkor... Aj, basz meg. Mi itt nincs belerakva az, hogyha beírjuk, hogy XD, akkor nevet? De szar. Na jó, nem? Azt mondja, legalább jó cuccot adtál el neki. A fasz nem. Hát ez most ki jön ide emberkedni? Gyerekek, illegál van. Amatőr vagy, de nagyon durván. Te mondod? Tesó, nem tudom, hogy ki ért hozzá jobban. Bejött, hogy görnyedmény. Na, menjünk. Hamarosan. Atya úristen, ez ilyen... Aj, na mindenre majdnem mondtam valamit. Jaj, gyerekek. Szeretik a rádió, a amúgy tele kell a rádió, menjünk. Nekem lehet, hogy van egy, de neked tuti nincs. Meg akkor egy telefont is vegyél. Ja. Semmi. De amúgy ez mi már, hogy ide hív Seaburgerhez, aztán semmi? Se ez... Pedig most más a nevünk. Nem tudhatja, hogy mi vagyunk az B-game, tudod? Hogy ja, szopasson. Igen. Most ilyen új nev, most senki nem tudja, hogy kik vagyunk. Hál' Istennek. Ja, most ilyen izé. Láthatjátok, hogy... Kezdhet, rendesen előről kezdjük. Úgy miért álltam meg a pirosnál? Nem tudom, mert most hirtelen átment a jó polgárba. Hol állnak telefon meg rádiót? Hát itt, itt nem. Itt balra, nem? Jaj, de akarok megállni, csak ez is itt 36-a csak. Ja igen, itt most vigyázzunk el a trafikra. Igen, itt nincs annyi pénzünk, hogy kamatból visszajön. Ja. Itt nem. Műszaki bolt. DBL. Mondom, nem a CBA-ba lehet telefont itt van venni. Telefon. Mennyi? Ott van nálam két rádió, ne vegyél rádiót. Jó, akkor adjál 100 000 telefonra. Mert nekem az iPhone kell.
Aja, értem. De A csak az a van. picsád alá iPhone. Csak az van iPhone, nincs más a játékban. És 110 ezer. Ír le itt szé. Vagy C-phone, vagy hogy kell ez? Mindig most már értem, hogy iPhone. Vegye fel diákhitelt. Sütcsinél van a pénz. Jó, megadok egy rádiót, várjál. Jó, most állj, de majd megveszem is utána. Egy csáó. Sikesen vett egy telefon, yes! Úristen, ez még a régi telefon, úristen. A jó régi, én imádtam azt a telefon. Hát, iPhone. Nem ilyen izé, nem tudom ja. Mi. Mit akar a gyerek átverni? A gyerek fegyvert akar venni. Nagyon bulizőnek nézünk ki ezek szerint. Azt mondja, nekem van. Aha. Biciklis gyerek. Jó, mondjuk ilyen nigger skin. Ez nem alap nigger skin? Nem tudom. Kolt meg Uzi. Jó, ha itt az utcán átadja. De nem, hát átverni bárhol át tud rohadt élet. Hát de először megmutatja, érted? Ja, hát igen, mutass. Hát ez tök mindegy, hát úgy is átver simán. De van koltom. De szálljon le, Ricsi, szálljon a bicikliről. Szálljon le és menjünk el a biciklitől. Tehát ezt nem szabad így, hogy biciklin ülve adunk át neki pénzt. Ez sose szabad. Szálljon le és menjünk arrébb. Egy biciklitől mondjuk 20 méter. Oké, okay, bezárt a bicikli, bezárt a bicikli. De kinyitja egybe, hát nem fogod tudni lelőni, nem tudsz, nem tudod lelőni. Itt nem is lőheted le, vagy az már nyomós indok? Most ezt én már nagyon rég ZRP-ztem, bazd meg. Kijöttem a formából. A formából? Jó itt. Ah, át akar venni, felül a bicikli és elmegy. De nem már, mi ez? Mi ez? Nem már gyerekek. Az átverés, de ez olyan rossz gagyi. Gány. Ez egy nagyon gány. Te mutass, de nem, itt nem lehet felmutatni, mint CV3-on szerintem. Kecóba van. Hát, jaj, át akar verni. Akkor hozd ide. Egy bicikli. Ja, hát vegye ki, bazd meg, hát... De ez tipikus, átadjuk a vénz, felül is elmegy. És nem fogod tudni lelőni, itt nem is lehet lelőni nagyon. Vagy hát nem nagyon kéne, inkább, mondom így. Mert... Itt jön a rendőrség, az elkap. Ezt megkúrnak, nem tudom mennyire, ezt mínuszba leszünk. De akkor ezért mondtuk, hogy menjünk arrébb, érted? Tehát, tessék itt az eneni. Így van. De miért állnak meg random? Meg így üdv. Ah. Üdv. 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 Csá. Mi van jó napot. Vele? Probléma. Persze adjál a pénzt, és kifi... Mi? Úristen, ez van zavarodva, a gyerek át akar verni. Tipikus. Tudom, hogy át akar merni, csak húzom be az agyát egy kicsit. Jó van. Kamuzik. Ilyen nincsen. Akkor. És átadom. Onnan lehet tudni, hogy kamuzik, hogy darabokban ír. Még én is így szoktam, de én nem kamuzok, én csak retardától írok. De tudod, ilyen sietve és darabokban ír a gyerek. Igen. Ez a tipikus. Ezt már annyiszor kitapasztaltam. Még én meg direkt így írok, ilyen retardációsan. Én nagyban csinálom az üzletet. Most, hogy így tudod, így magyaráz... Annyira érzem, hogy át akar baszni. Simán.
akkor ha nem akar, akkor csá. Nem kell, ugye most neked van az, csá, adjad a rádiót. Adjad a rádiót. Neked van az már elég, az... Ő per... De bazzeg. Tune rádió. Jó, de hát most egy videóba? Ú, baszki, mindegy, majd átállítjuk utána. Jó, per tune rádió. Mit szólsz ahhoz, hogy 15-21? 15-21. Teszt. Nem lesz egyszerű rabolni amúgy, mert itt már mindenki ki van képződve, hogy tuti csak ki akarnak rabolni. Igen. De ez a gáz, hogy mindenki csak izé átverni, ez mi? Meg így nem is szoktak átverni ilyenrel. Hogy érted, ja, nem annyira nem elkös, hogy bicikli igen. mellett áll, és akkor odaad, és felül a biciklire, és izé elfut. Most miért szálltam ki? Hát mert... Edzés. Na hát keressünk valami idiótát. Jó. Csak hol? Hát na ez bál, az, baszki. Kitom a izéket. Audio. Mi az MT hangerő? Azt hiszem. Ja. Amúgy tudod mit kéne a házunknál. Amúgy ennyi. Oda téved egy paraszt, ráfogjuk a fegyvert. Hát meg ne, hogy behívjuk, hogy mit tudom, fiam már kell... Izé. Amikor az már nagyon lejárt, hogy kell meló. Az nagyon lejárt. Még B1-ben így raboltunk, baszki. Ja, az nagyon gagyi. Így kell meló, és akkor izé. Nem, hanem hogy izé, hogy kell valami izé. Gyógyító. Vagy pörgető, ja. Itt van a házba bent. Bevisszük az csat-csat. Ne, nem akar tartozni valahová. Gyerekek. Beveszünk a bandába, gyere már be. Nokedli csapda, ilyen nokedli fogó, nem egérfogó. Nokedli fogó. TGF van, TGF van, gyere. Jó, olasz banda, gyere. Na mi legyen? Hát akkor keressünk valakit, baszki, vagy nem hát tudom. De most ide jöttünk, itt nem lesz senki, tehát most itt de múltkor is itt futott át egy gyerek. Hát múltkor egy órával ezelőtt is egy ember. Központi hely. Oh, itt a zeneni, nem? Itt a zeneni állomás, ez nem a zeneni állomás? Hát V3-ba. De ez V2-n is itt van szerintem. Nagyon úgy néz ki, mert le van is zárva. Privát, proper, ja, ja, ez... Ja, ott van a valami izi rabszállító, meg mit tudom én. Lord. Fasza. Amúgy autókereskedésnél megpróbálhatnánk még. Jó, hát menjünk oda. Csak le itt szézen, várjál meg. Jó, hát visszafutottam. Jaj. Tudod, én ilyen... Olyan helyeken kéne menni, ami alapvetően elhagyatott, tehát ahol lehetne rabolni. És csak ott egyszerűen, hogyha ott elfut egy gyerek, kocsival elé állunk, azt ráfogom a fegyvert. Nekem 8. Ezt megpróbálhatnánk. Do it. Ez nincs olyan hely, hát olyan helyeken nem járkálna. Hát de előfordulhat. Most ez egy sikátorokban van ilyen hely csak, vagy ott lehet így. Vagy nem tudom, de ott se csak így előrántod rá, vagy nem tudom. Hogy miért ne? Hát ja, hogy ne lehetne? Csak rablásra megy az egész. Itt sem senki, mert senkinek nincs pénze kocsira. De ahogy is nem ott van. Jó, ez ilyen izé. Nem, meg azok ketten vannak, az nem jó. Trabantosat kéne. Hanyas a levelje, elevé. L2, hanyas, 2. Befűzem, várjál. 285. 238. Dintje egy hagyjad. Ez bemutat, bazd meg, ez ezért van a szerveren, érted? Mi a szar? Én mondom, uram, ezt úgy bemutat a gyerek. De biztos, hogy ez valami Komjáit István volt? Komjáti István. Az egyes szintű. Ja, hát akkor itt, ezért fel, hogy bemutasson. Hát látod, ez úgy jó. Erfésnek gondolta. Jaj. Drága kenyérhaj. Szabad garázs van, basszus. Meg ház, meg minden. Ja, valószínűleg azért rohadt drága mind, valószínűleg azért nem rakatják le. Különben már minden lenne rakatva. Ez is egyes szintű, most megmondom neked. Igen. Per level 150. Hetes szintű. Na hát akkor ez jó, nem? Na. Szevasz. Eladó. Eladó, ja. Simán! Mennyi? Mert öreg kéne, de várj, ilyen melót, vagy hát nem, de hogy... Nem, várjál, elviszi próbakörre. Ja igen, de úgy, ja jó. Lol. Na ennyi, megvan az első. 340 kp most. Oh, az jó summa. Az van nála annyi pénz, az azt jelenti.
Gibson Paul. Hát Gibson Paul, ezt nem kellett volna. Jó. Lájött. Nem fog jönni, nem hülye. Ezt már kirabolták ötször. Ilyen, így, hogy látja. Á, nem most. Ez így nem megy, ez így nem fog működni, Ricsi, ezt azt sem gondolom. Szóval, hogy úgy kéne, hogy... elhitetni vele, hogy milyen haverok vagyunk. Zé, gyere már bandázni velünk, és mondjuk bandáznánk vele egy 10 percet, aztán kirabolnánk, vagy valahogy így. Érdekli vagy nem? Keveslem. Nem tudom, mennyibe Te vettem, nem mennyire emlékszem. Vetted? Nagyon régen. De most szerintem össze csomagszállítózott 340-kel, de 7-es szinten. Úgyhogy rip. Na, de csere, csere nem, mire? Hagyjál már, hát most akkor... De na, na, gyere és megyünk el, hogy elcseréljük, jó lesz. Jó. A három, TK-s. Oké, hol van, elvisszük oda, oké. Menjünk. És aztán kiraboljuk. Nem oda visszik, érted? Ez jó. Itt van, megvan, a zsebünkben van. Ennyi. Így meg lehet is, mert nem hirdetésből van rabolva. Vezetek. Nem. Hát nem, az nem jó, hogyha ő vezet. Akkor tényleg oda megyünk. Tökéletes. Jó, valami sikátorba vidd be. Hol rendben, legjobb vasút. Vasút, de ott még ki is tudjuk rabolni egyben. Így, ahogy mondod. Hát akkor menjünk, tényleg menjünk oda, tudod. De vasút, hát de most, várjál, most F11. Itt van egy vasút, nem? Nem tudom. Kereskedés fele. A jó irányba megyünk. Ja, vízbe az alagútba. Alagútba befarolsz. Fegyvert majd vedd elő, mert neked van, én nem tudok mit tenni. Én majd áttapogatom, ezt majd neked kell... Ez lesz. De jól beviszem. Jó. Véletlenül leállítottam, baszki. De jön utánunk egy ember. Tenni, hátra néz. Az ki ott? Valaki követ. Tegyük ki, tegyük ki. Ők is ki akartak rabolni. Ja, ki akartak rabolni. Beszarás! De milyen jó módszerük van, beszarsz! Milyen rohadt jó módszerük van! Hát behalok. Azt a kurva. Ez komoly volt. Ez nem is rossz módszer tőlük. Nem. Ja, de felvette szerintem direkt ezt a kezdőszkint, tudod? Hogyne, hát 7-es szintű voltak, ja. Hogy csak 340k, meg minden. LOL. Ez mi már? Ez nagyon kell. Ez lehet nekünk is alkalmazni kéne. Baszki, ez jó volt, ja. Alkalmazzuk mi is? Fél egy, ja, de én egyes időben nem rabolhatnak ki. Ja, épp ezért te mész oda. Nem, az hát... a szabályzatban, hogy neked. Te nem rabolhatsz. Hát az nincs. De tényleg. Fene borulj, basszág, már akkor kilépek. Na srácok, leráztuk a csávókat. Jó, ja. jó tervük volt, basszus. Baszki, ja. Ez kemény, mindegy. Nehogy lenyúljuk. Gyerekek, ennyi fért a mai részbe szerintem. Igen. Egy kicsit azért a sturozatról egy-két dolgot hagyd mondjak el. Tehát, hogy tervezünk ezt így folytatni a továbbiakban, de alapvetően a V3 lesz továbbra is a fővonal. Úgyhogy itt ez szerintem az lesz, hogy amikor valakinek van kedve tőlünk, ideje feljön, fölveszi a kis részecskét, és ennyi. Tehát, hogy elképzelhető, hogy itt ebből nem lesz rendszer, és vagy van, hogy csak én leszek benne, van, hogy csak Tamás, van, hogy mind a ketten, tehát hogy ezt így kell körülbelül elképzelni, de hát ez van. Ja, ez a V3 az majd vissza fog jönni, csak most egy kicsit elegünk van belőle. Ja. Jövő héten, vagy azt követő héten, majd meglátjuk még. Ja. Úgyhogy srácok, ennyi volna. Sziasztok! Sziasztok!